világ kásának, a nők macsónak betét. 1946-ban a magyar forinttal egy időben született. A köldögzsi norja még nincs elvágva, mert epekedve várja a magyar euró a születését. Házi őrizetéből kitörve, gyakorta tűnik fel Ausztriában, Svájcban, Horvátországban, keresi a mennyországon. Hetente kétszer fociban ereszti ki a szelepet, hogy utána barátaival gaggalizáljon. Családi körülményei rendezettek. Takarít, mas, vasal, kutyát sétáltak. Újabban már látták hajléktalan szatyorral is bevásárolni a Hunyadi téri piacon. A képen Vinetú újabban gondterhetnek látszik, ha alulnézetben a régi szép időkre emlékezik. Tisztelt nagy érdemű, Zsó a felesége szervez Iványit, a nagy indián főnök a tanítványait számítógépen keresztül osztályozza, mivel a klaviatúra érintése Vinetú elveivel ellenkezik. Tisztelt nagy érdemű, a képen érzékelhető, hogy tanítványai tisztelik, következetes, szókimondó, egyenes, pedagógiai elveiért, pillantásán tükröződik, hogy tanártársaira és igazgatóira 40 éve mindig áhítatosabb felnéz, még akkor is, ha lenéz ezen a képen. Tisztelt nagy érdemű, a furcsa pár barátsága Lacibával akkor pecsételődött meg örök életre, mikor annó egy 4 éves német alsófokú nyelvtanfolyamot 3 óra alatt sikeresen befejezte az Ibolya passzóban, és üvöltve énekelve mentek keresztül a belvároson. Ó, Tannenbaum! Zsó! Igen? Ez a tojás kemény. Kemény a tojás? Ez nagyon kemény. Ezt már hallottam. Mennyi ideig főzted? A sok tojás az nem egészséges. Csak azt szeretném tudni, hogy mennyi ideig főzted. Te mindig 4,5 perces tojást kérsz. Azt tudom. Akkor miért kérdezed? Mert az nem létezik, hogy ez a tojás 4,5 percig főz. Pedig én minden nap 4,5 percig főzöm a tojást. Akkor miért van az, hogy néha túl lágy, néha meg túl kemény? Nem tudom, nem vagyok tyúk. Akkor honnan tudod, hogy mikor jó? Mert 4,5 perc múlva veszem ki a vízből, te jó Isten! Óra szerint? Vagy hogyan? Érzés szerint. Egy házi asszony érzi azt, hogy mikor lágy a tojás. Hagyjál már, kérdés! Ön a rablás menüpontot látszik. Amennyiben megélhet is rabló, nyomja meg az egyes gombot. Ha csak egy kibor rabol, nyomja meg a kettes gombot. Ön megélhet is rabló. Kérjük, hagyja meg, miért pont készintézetünket akarja kirabolni. Közel lakom hozzá, egyes gombot. Tetszik a logója, kettes gombot. Mi között hozzá, hármas gombot. Szívatsz engem, vagy mi? Hát adja már pénzt! Adja meg makrabolai töcskártya számára, nyomja meg a csillaggombot. Először rabolja ki pénzintézetet. A rablás alatt az alábbi zenéket hallgatta. Hát, money, money, money.
Polisz együttes albuma, kettes gond. Komáromi István, romantikus lángerei, hármas gond. Hogy visszalépett a főmenübe. Ha ön magányos rabló, nyomja meg az egyes gombot. Ha rablótársa is van, nyomja meg a kettes gombot. Ha ön Alibaba is a 40 gombot, nyomja meg a hármas gombot. Ön magányos rabló. Itt lehetősége van arra, hogy a bankrabló társkereső hálózatunkban a saját ön bizonyta a rablást illetve. Konzultáljon szakemberekkel, dr. Csernus Imre egyes volt. De vállalja? Ön nem vállalta meg. Visszalépett igyelege 300 forint alá csökkent. Kérjük a rablási kártyáját sürgősen töltsek el. Mi van most, Vasze? Jelölje meg, mit szeretne kirabolni. Bankfiókot, kettes gond. Pénzszállító autót, hármas gond. Postást, négyes gond. Ön a pénzes postás házhoz megy programot választani. Hát a rabolhatjuk alkalmazottan. Kérjük válaszom postásaink között. István, egyes gond. Ferenc, kettes gond. József, négyes gond. Ön postás Józsit választani. Jelölje meg kísérni a Postás Józsit az ön otthonába. Mário és Csocsesz, egyes gond. Bódi Guszti, kettes gond. Bunyós Pityu, hatos gond. Anyád, anyád, az a hatos gond! Ön anyabankunkat választja. Nem van szert. Rablási jogát emeldíjas SMS-sel aktivál. Küldj el a bankrablói PIN kódját a 06-90-90-69-es számra. Úgy elküldöm neked, úgy elküldöm! SMS-ét regisztráltuk. Szíj Melindára szavazott. Terem kizás, köcsög! Hát mindjárt szétlőnek! Ön a fenyegetések nem fontot választott. Kérjük, jelölje meg, mivel fenyegeti bankunkat. Fegyvernek látszó tárgyal, hármas gomb. Fegyverrel, négyes gomb. Tuszokat egy, hatos gomb. Ön tuszokat kíván szedni. Válaszol tuszait. Mario és Kocsesz, egyes gomb. Mondjuk itt kettes gomb. Bunyós Pityu, hatos gomb. Köszönöm, ha nem megyek hídba. Tájékoztatjuk, hogy hídember kötvényünk. Mindkéten elrabolták. Énekel és járnak táncok. Vasaló nyomába sose találj rácok. Ha téged ünnepel, mint meg annyi kamasz, sok összegyűl barátod, a béje és a bebasz. Szenkadalcol már és harsonak. A tömeg egy emberként mindazt harsogja. Rajta hát egészséggel ós, Sanyi! Tartson meg az Isten, egészséget nekünk, Sanyi! Annyinak is, hogy túlélte ezt a hihetetlen ünneplés. Hurrá! Alázunk rendesen az élától. Mennyire nem volt meglepetés Sanyinak ez az egész dolog. Karácsony előtt berúgva mentünk haza a belvároson, és elkezdett nekem, jó kedvűen végig mentünk, és tett ilyen célzásokat. Te mikor ünnepelték a te 65 éves évfordulódat? Hát mondom, régen. Dobalaciét mikor? Mondom, 2 éve.
És így bedugta nekem a bogarat a fülembe, azt mondja, azt tudod, hogy én most leszek majd februárban a kérdés? Érted? És amikor, és gyűjtötök már, tudod? Szóval jöttek ezek a szövegek, érted? Szóval egyszerűen most megjátszotta itt a hülyét, érted? Én összeomolva itt mindnyáján, hogy meglepetést szerzünk, hát a fenéket. Ő már két hete nem alszik, érted? Állandóan jön be, mit veszel, hogy veszel, neki mit vesz, stb. El kellett mesélni, hogy na most Anyikám, az van, hogy megbeszéltük azt, hogy központi ajándékot kaptunk. És megbízott engem a Debasz e-mailen, meg kukacon keresztül, hogy én kukacsal érintkezek a társasággal, mert e-mailem nincs. De most központi ajándék. Fölbéreltetek a interneten, hogy nézem meg, menjek föl a lakásra, fölmentem háromszor, megnéztem, és mindenki azt javasolta nekem az e-mailen, hogy szamovárt vegyünk. Fölmentem a lakásra, és láttam 4 szamovárt. Ötödik már, akkor ezt, hogy hívják ki, nézd már meg, hogy van-e DVD-jük. Fölmentem, 2 láttam, tudod? És akkor mindenki megint, hogy a rohadt télenben megint kezdhetjük, hogy milyen ajándékot vegyünk. És megkérdeztem, hogy mind a 2 DVD-tek jó? És mondja, nem, 1 rossz. Jó, akkor mondom, veszünk központilag egy DVD-t. Úgyhogy most a közadakozásból, az inkább tud, orvosokba került, megvettük a DVD-t. Úgyhogy ha elromlik az egyik, mindig legyen, hogy megnézd a... Ez egy ilyen függőleges DVD. Hát nem is az van benne. Felragyog és újra.